vendégem a zenekarból Rékai Zoli, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük! Az imént látott videóklip ugye a Vihar volt, ami egy tipikus image klip lett, gondolom ennek többek között Réka érkezése az egyik fő oka. Mi volt a fő koncepciótok ezzel a klippel? Így van, talán most ősszel fog megjelenni az első albumunk Fénytörés címmel, és már egy szöveges videoklip megjelent, és most úgy szedtük van, hogy ha az első olyan klip, amelyikben mi is látszódunk, az csak Rékáról szólna, vagy ő az ő új énekes nálunk, az volt a cél, hogy őt megismertessük a közösséggel, minél többet lássák, ennyi. Bogozzuk egy kicsit ki ezt a vihart. Másfél évvel ezelőtt kerültél a bandába, ugye? Körülbelül. Márciusban. A Vihar viszont egy régebbi dal, de ha jól tudom, akkor, amikor megérkeztél, akkor kvázi belépőként azért ebbe így beleírtál, és akkor ugye, ha minden igaz, akkor ezt most láthattuk először. Így van, én az elejét mondom a történetnek, tehát a dal az egy kb. Két és fél éve már megszületett, és Rékának az egyik belépő feladat volt, egy szabos casting volt, amikor énekesnőt kerestünk, hogy egy általunk korábban megírt, de még énekkel szöveggel nem látott dalra, kellett írni valamit, és akkor itt lépett Réka a képbe. Kicsit, igen, arról mesélj nekem, Réka, egy kicsit, hogy akkor hogyan kerültél te a The Dreamcatchers-be? Tulajdonképpen, amikor befejeztem a népdaléneklés múltamat, akkor elkezdtem keresgélni Budapesten stúdiókat, hogy esetleg hol tudnám könnyű zenébe kipróbálni magamat. Végül rátaláltam a hangszobrászatra, és aztán a Patrik, a akkori koncertszervezőtök, akkor keresett énekest a srácoknak, és felkereste ezt a hangszobrászatot, és így kerültünk kapcsolatba. Milyen hatással volt Réka a zenekar? Én azt érzem, hogy egy picit finomodtatok. Így van, tehát Rékának eleve az ének stílusa, meg a személyisége is egy ilyen sokkal líraibb, finomabb. A korábbi zenékhez képest korábban is sem voltunk azért mi annyira kemény banda, de a Réka érkezés abszolút ebbe az elektronikusabb, populárisabb, poppos irányba vitte el bennünket. És szerintem Rékának is ez a stílus az, ami úgy jól áll. Ha már zenekari tagcserék, azért fontos megemlítenünk, hogy volt egy másik tagcsere is, dobvonal, ritmus szekció vonalon, ugye? Igen, volt egy dobosunk korábban, aki pont a stílusváltás miatt nem annyira érezte már jól magát a bandába, és most van egy nagyon fiatal, 19 éves dobosunk Horváth Ábel személyében, ő meg abszolút most már beilleszkedett közénk. Te mennyire érzed azt, vagy mennyire illeszkedtél be, hogyan érzed, mit tudtál hozzáadni a zenekarhoz zeneileg? Nekem nagyon könnyű dolgom volt egyébként, mert viszonylag közvetlen vagyok az emberekkel, úgyhogy nem volt ez nehéz. Az elején voltak egy kis nézeteltéréseink és ilyen megvitatnivaló témáink, de könnyebb, mert főleg így, hogy az Ábel már benne van, meg van a korosztályom is, és így könnyebb. Beszéltünk már az albumról, vagy legalábbis érintőlegesen már említetted az új albumot. Angolul is megjelennek majd dalok. Pontosan hogyan kell elképzelni ezt az albumot? Kik lesznek például a vendégszereplők, mert úgy tudom, hogy lesznek ők is. Kicsit az olyan hollywoodi sztárprodukcióra hajaz. Dolgoztunk együtt Takács Zoltán Japánnak, egy ismert producer, dolgoztunk Györfi Duszkóval a Vatfruttikból, ők zenei módon segítettek, illetve az albumnak a producere és hangmérnök és kiadója végül is Kovacsics Ádám a Unique-ból, de a szövegírók pedig Hujber Szabolcs, Tariska Szabolcs, illetve Lázár Domokos, tehát vannak ilyenek. Akkor és komoly neveket sorakoztattál most hát itt fel. Igen, komoly nevek, de ugye, ahogy kérdezted az angolt, itt Réka az illetékes, mert alapvetően a dalok azok angolul születnek. Ja, igen. Én angolul írom meg a dalokat. Én angolul írom meg a dalokat eredetileg, és akkor utána kerül egy magyar dalszövegírónak a kezébe a dal, és akkor azt átkonvertálja. Mikor hallhatunk titeket legközelebb élőben, hol fogtok fellépni most még a nyár folyamán? Hogy is van, augusztus, hogy? Augusztus 25-én ez a Zsiráf. Ez mindig a legnehezebb kérdés egyébként. Igen, de Réka jobban tudja. Igen, augusztus 25-én a Zsiráfban. Zsiráfban, nyugati téren így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor az új albumról majd hozzátok hozzánk a dalokat. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük.